A három pontos hátrányt már az első negyed végére ledolgozta a házigazda, 10 perc játék után 23-13-ra vezettek a cápák. A folytatásban feljöttek a vendégek, a sokat cserélő nyíregyháziak azonban a nagyszünet kezdetére 2 pont hiány visszaállították a különbséget. Fordulás után nagyon megnyomta az első perceket a Blue Sharks, és ekkor már látszott, hogy a pécsieknek nincs esélyük arra, hogy szorossá tegyék a mérkőzést. A szezon utolsó meccséhez illően mindkét edző pályára küldte valamennyi játékosát, és a hazaiak részéről valamennyien hozzá is tudtak tenni valamit a végül magabiztos 17 pontos győzelemhez. Felhívtuk a játékosok figyelmét a mérkőzésen, hogy jól kell elkezdeni a mérkőzést. Ezt megcsináltuk, az első negyedet jól kezdtük. Amikor hullámzott a teljesítmény, azért volt, mert 4 fiatal volt akkor a pályán, és akkor egy kicsit másképp megy a játék. De összességében örülök a győzelemnek, és annak, hogy a fiatalok is sokat játszottak. A vendégek edzője szerint csapat a szezonvégi fáradtsága is közrejátszott abban, hogy nem tudták megszorítani a nyíregyháziakat a második mérkőzésen. Úgy néz ki, hogy ezen a meccsen ennyire voltunk képesek. Nagyon messze van Pécs nyíregyházától. Szerintem meglátszott a srácokon. Nyilván a Veikónak az első negyedben sérülése nem tett jót a játék, miután ugye visszaállt, de nem tudott teljes értékű munkát végezni. Meg hát szerintem ez az egész szezon hosszú volt nekünk. Mert a nyíregyháza ugye csak B csoportot játszott, mi játszottunk U20-at is. Így kb. Kétszer annyi meccs van a srácokban, mint a nyíregyháza játékosaiban. Szerintem ez meglátszott. A végül 23 pontig jutó csapatkapitány Nagy Krisztián szerint már az első mérkőzésen megalapozták azt, hogy sikerrel zárják a Pécs elleni párharcot. Igazából Pécsen egy döntetlen értékű 3 pontos vereséget szenvedtünk el. Nem, hála Istennek nem kaptunk ki sokkal, szinte egáról indult ez a mérkőzés. Belülről nagyon élveztem a játékot, talán feldobott az, hogy még itt a végén azért a szurkolóknak megköszönjük és meghaláljuk a szurkolást egy jó játékkal. Remek ellenfél volt a Pécs, végig kosárda volt a pályán, nem kellett most más sportot választani a győzelemhez. Gratulálok nekik is. Nagyon jó volt a pályán lenni, jó volt, hogy mindenki hozzá tudta tenni a magáét. Igazából élveztük a kosárlabdát, és nagyon örülök, hogy így tudtuk zárni a szezont. A Nyíregyháza Blue Sharks tavalyi szereplését megismételve az 5. helyen zárt az NB1B-ben. A játékosokra még levezető edzések várnak, 3-an viszont azok után sem pihennek, mivel Fazekas Csaba az U20-as, Mokánszki Máté és Sitku Márton pedig az U18-as válogatotthoz csatlakozva készül majd a nyári Európa-bajnokságra.